Most érkezünk Tiszalökre. Elég izgatott vagyok. Legalább egy éve készülünk már erre a választásra. Ebben a körzetben, itt a Szabolcs 2-es körzetben korábbi választásokon is több hír szólt arról, hogy különböző választási csalások történtek. A választások tisztaságán dolgozó aktivistáknak fogunk most jogi segítséget nyújtani. Idén is már jött több olyan hívás, hogy konkrétan a szavazókörhöz szervezik ezeket nyilvánosan. Látszódjon az, hogy mi történik, és ne csak az, hogy nem tudom, egy autóra 10 különböző kép. Azt érdemes mondani, hogy ha valamihez rendőrt hívtok, akkor azt attól függetlenül, hogy párhuzamosan nekünk be kell jelenteni a kifizetés formájában, mert a rendőrség azt nem intézi. Ebben akkor benne van az is, hogy adott esetben hívjunk rendőrt, hogyha már úgy látjuk. Hát nyilván, ha szükséges, akkor nem lehet mit csinálni. De ha valami olyasmi történik, amit egyébként te le tudsz kamerázni, és az megfelelően dokumentál mindent, akkor ahhoz nem feltétlenül kell a rendőrség. Te ott onnál körzetnél lesz, mutatom, bocsáss meg, ott, igen, az óvoda. Egyébként az iskolában is van körzet, de mindegy, ugyanazon a néven, de mind a két helyszínre mennek. És itt rengeteg szavazatvásárlás szokott menni, de leginkább az utaztatás itt az, ami nagyon szokott menni. Ez egy szegregátum, rengeteg hátrányos helyzetű lakik itt. Iszonyat mennyiségű ember fog a holnap minap folyamán itt megfordulni. Szóval Eszter, itt lesz a te helyed. Hát itt azért elég sok részt be tudsz látni, látod. Van majd négyféle utca, és azon minden helyről belátsz, úgyhogy szerintem is simán ki fogod bármit is szólni. A fideszes delegált megmutatta a szavazónak, hogy hova kell és kinek kell szavazni. A mi ellenzéki delegáltunk jelezte, hogy ez így nem mehet, és ez nem jöskedve, de nem voltak hajlandóak jegyzőkönyvet felvenni közösen, úgyhogy most mondtuk, hogy mindenképpen, és írja bele, hogy több alkalommal történt jó. Ez. Minden szavazatszámláló bizottsági tagnak azonos jogai és kötelezettségei vannak, ezt írja a törvény. Bárki kezdeményezheti a jegyzőkönyv felvételét, és ezt meg kell tenni, hogyha ilyen esemény történik. Azt fontos kiemelni, hogy az aktivistáink nem csak dokumentálták a jogsértéseket, hanem jelenlétükkel sok esetben meg is akadályozták azt. Így, hogy voltak tanúk és felvételek, sikerült bebizonyítani, ahogy a választás napján valóban történnek visszaélések. Az is világossá vált, hogy ennél nagyobb jelentősége van a mély szegénységben élő szavazók kiszolgáltatott helyzetének. Fontos, hogy a választás napján a civilek figyeljenek a szavazás tisztaságára, de itt nem állhatunk meg.